Üdvözöllek, Erika vagyok. Ezt a képeslapot szeretném elkészíteni. Veszünk egy új lapot. Ez 750x500-as transzparens. És ki is töltjük. Az én kedves kis falumban. Uramester Claude-dal. Nekem ez a beállítás van meg. Minden ember szeretettel borul föl. Hát egy kicsivel sötétebbet kéne, megnézzük a kis sötétekben. Pár árnyalattal nem sokkal. Boldogságot szokott hozni. Igen. A templom hosszú sorba indul. És kiöntjük. Most a mappámban benn van a téli falusi tájkép. Edit, copy, és rámegyünk a képünkre, az alapképre, és edit, paste, újra jelszként betesszük. Egy kicsit piktóllal meghúzogatjuk, nagyobb bacska legyen. És valahogy így próbáljuk elhelyezni. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. És most megyünk a de jó volna ünnepelni. Blend Modera. De jó volna tiszta szívből. És az Ovelai. Kitöltjük az Ovelai-ral. Rá a kézzel. Most akkor veszik a következő elnézést. Karácsonyi dekorunkat. Edit, copy. És rámegyünk a kis képünkre, és be illesszük layersként. És ide húzzuk. A bal alsó sarok felé. Nem kell kicsinyíteni se. Ez a gyarló ember, ember most akkor ugye. Ezeket kékszelem, mert ezek most már nekem nem kellenek. És behívom a Golgota nem másik karis dekoromat. Edit, copy. És ráviszem a képemre. Nem volna más vallás. Azt te újlajesz. Imádni az Isten. És ezt bizony le kell kicsinyíteni. És ne legyen üres rész itt a jobb alsó sarokba. Ide helyezzük. A valóra válna. Úgy mond vár, hogy igazi boldogság szállna a világra. Igen, így. És megyünk meg a Blend Modellre, az Overlight rátesszük. De most viszont egy kicsit leholványítjuk. Annyira, hogy olyan sejtetősen legyen az 50 és az 51-es, nagyon jó. Most behívjuk a kis csengőnket. És edit copy-val elviszik a képünkre. Békesség most ti néktek. Ezt is lekicsinyítjük a piktollal. Örvendezzél, derék világ. Nem tudom, de én ebben szeretek kicsinyíteni. Úgy látom, hogy mennyire kell még kicsinyíteni. Kicsi gyertyák, lobogjatok föl. Hát igen, valahogy így. Ez a... talán még egy kicsit kisebbre veszem. És akkor most megyek meg en a blend módra. Ovelai, és most jöhet a keret. Megnézzük, igen. A keret része ugye egy kicsit sötétebb. Békesség jelképe a gyertyalány. Pillanat. Veszünk egy kicsit sötétebbet. Így, ennyivel.
És adjunk a Art Borders. Egy 8-ast megnézzük. Igen, ez jó lesz. És kijelöljük tollunkkal. Most kiöntjük a bödönnel. És adjust. Add remove a nosy. Add nosy. Hát egy olyan 30-as nézünk. Az jó lesz. Leokézzük. Szelekció, nem? Bocsánat, kicsit megkerekítjük inner bevel-lel, nem ennyire. És leokézzük. Szelekció nummer. Kicsit kisebbre veszem a képet, mert még teszünk rá egy keretet, egy 60-as pixeleset. És leokézzük. Kijelöljük a varázsceruzánkkal, és rátesszük el a Burmeister Claude-ot. És leokézzük. Most erre ráteszünk egy olyan textúrát, ami jól mutasson rajta. És itt lehet válogatni éppenséggel. Tudom ezt, hogy mutat. Ez is szép. Leokézom. Ezzel a beállítással persze. Szelekciómmal. Nem hasonlít a keret ugye erre a részre, mert ez van. Most akkor ráírjuk a kis mondókánkat, boldog ünnepeket megcserélem, mert nem akarom, hogy a így boldog. Ünnepeket. Na most. Piktollat elveszük és ide lehelyezzük az aljára. Szépúzzuk. Még egy kicsit. Minden visz. Kicsit így beigazítjuk, hogy jól mutasson. Na most átalakítom. A RC, átkonvertálom. És megnézzük, hogy adnózi. Rátesszük. Elnézést. És most rátesszük a szignunkat. Nem tudom, ez most arany lesz. Arany. Nem akarom maradni. Ez túl világos. Ez még egy sötétebb szint még azért.
Úgy. És akkor töltöm ki. Így jó lesz. És akkor el lehet menteni. File. Save. És akkor itt adsz egy nevet, hogy boldog ünnepeket. File name. És elmented. És készen is vagyunk. Köszönöm.